És három erőteljes lélegzettel ki tisztítjuk a negatív energiákat, mindenféle negatív tudatállapotokat, karmákat, zavaros érzelmeket, szenvedéseket, betegségeket, minden negativitást kifújjunk magunkból az orrunkon keresztül, erőteljesen az utolsó cseppig. Utána egy kis időt hagyunk magunknak, hogy érezzük, hogy megtisztultunk mindezektől, és ez egy jó érzés, egy fölszabadító érzés, és azután mélyen belélegzünk, szintén orron keresztül, és érezzük, hogy magunkba szívjuk a világegyetem összes egészséges, gyógyító, áldásos energiáját, pozitív energiáját, és föltöltődünk tökéletesen ezzel. Minden porcikánk, minden sejtünk, minden atomunk föltöltődik, és megújul, érezzük, hogy megújul egész szervezetünk, minden porcikánk megújul, föltöltődik ezzel a ragyogó energiával, és akkor érezzük, hogy ragyogunk, egész lényünk ragyog. És akkor megint hagyunk magunknak egy kis időt arra, hogy érezzük, hogy ez jó. Fontos érezni, és nem csak csinálni, hanem utána kicsit megízleljük, hogy ez egy nagyon jó dolog így föltöltődni és így ragyogni. És aztán megint kifújjuk a negativitásokat, és ezt háromszor elvégezzük. Kezdjük tehát kilégzéssel. Lélegezzünk nyugodtan most a hasi légzéssel. Lazuljunk el. Ugyanakkor őrizzük meg a tudat ragyogó tisztaságát. Tehát az ellazulás nem jelenti azt, hogy elkörösül a tudat. Tiszta, éber, nem kell magunkban
hozni. Most érezzük, hogy jól ülünk a földön. Hagyatkozzon teljesen rá a föld megtartó erejére. Nem lebegünk, nem kell magunkat összefogni, hanem egyszerűen ellazulunk és rátesszük magunkat a föld stabil megtartó erejére. Ugyanakkor érezzük, hogy nyitottak vagyunk, körülöttünk a nyitott tér, és fölöttünk és nyíljunk meg ebben a térben. És most vegyük észre a testünket, itt ülünk ebben a térben, a földön, itt ül a testünk. Lássuk a testünket, mint egy csodálatos működő szervezetet, egy egységet, együttműködő, egymással tökéletesen együttműködő részek szervezett egységét. És ennek a szervezetnek különböző szintjei vannak, különböző módokon lehet megközelíteni. Most lássuk először a testünket, mint anatómiai valóságot. Lássuk, hogy egy csontváz által tartott, szerkezetileg egy csontváz által tartott izmokból, szervekből álló szervezet. Mert általánosságban tudatosítsuk, hogy ez vagyunk, tehát itt ül egy csontváz, egy működő, élő csontváz, amely hordozza az egész testet. A csontvázon izmok, belső szervek, erek, idegek, bőr borítja az egészet, szőrzet, haj, körmök, és az egész egy csodálatos működő egység. És most menjünk közelebb, először vegyük a fejet, lássuk itt is a koponyát, hogy a hívével, bolt hívével, arccal, arccsontokkal, szemüregekkel, állkapcsok, fogak, belül az agyvelő, érzékek, érzékszervek, szemek, szemgolyóba is beletekinthetünk, kicsit pupilla, szivárványhártya, szemlencse, szemgolyó, idegek, amelyek azután kilépnek belőle, viszik az információt az agyba, aztán a fül, hallószervek, dobhártya, belső hallószervek, egyensúlyszervek,
cellulószervek, orrüreg, belül meg az arcüreg, száj, ajkak, fogak, nyelv, ízlelőszervekkel. Aztán a karat, nyelőcső, hangszálak. Lépcső. Mindent beáróznak az erek, idegek. És az egészet befedi a bőr, és aztán a haj, a szőrzet, itt-ott. Tovább a nyak, a gerinc, amely tartja a fejet, a csigolyák, bennük gerincvelő, idegek, arcok, az egész él. Megyünk tovább a törzsre. A törzset is a gerincoszlop tartja, amely a medence csontba ízesül, porcok, csontok, csigolyák. Aztán a bordák, amelyek a csigolyákról indulnak, bordák, mellkas, nézzük a belső szerveket, tüdő, finom lágy szövetével, teli hörgőkkel, légcsövekkel, erekkel, mindenbe hálóznak, finom erek. Tüdő működik, mindig működik, éjjel-nappal, most is. Energiacserét hajt végre, beszívjuk az energiát a világegyetemből, és a tüdő továbbítja ezt az energiát a szervezetnek. Érezzük ezt, hogy ez így működik, belégzéskor energiát szívunk be, és ez az energia bejut a vérbe, az erekbe. És honnan az egész szervezetben minden sejthez eljut. Magában egy csoda, ami állandóan működik itt bennünk. Aztán nézzük a szívet. Egy másik csoda. Már a méhbeni, anyamébeni életünkben dolgozni kezdett, és azóta egyfajtában dolgozik. Életben tart bennünket, szolgál bennünket. Bálja a vért, és az energiát, az életet, az energiát. Egy másik fő szerve az energia ellátásnak és energia cserének. De nem csak annak, hanem teli van érzékelő szervekkel is, egy fontos érzékszerv is a szív. Szívvel érzünk, szívvel fölfogunk dolgokat gyorsabban, mint az aggyal. Keleten a szívet tartják a fő érzékelő szervnek, és nem az agyat. Főhelyének. Lássuk a szívet, mint izmok, szívbillentyűk, erek.
nagy szövetek, ugyanakkor óriási erő. Megyünk tovább. Gyomor, energia, ellátás és csere következő fontos szerve. Táplálékot a gyomor dolgozza föl. Táplálék pedig nem más, mint energia, behozatal, bevétel, de a világegyetem energiáját ezen a módon is magunkba fogadjuk, és ezt a gyomor dolgozza föl, és változtatja olyan energiává, amely a test számára feldolgozható, felhasználható. A gyomor is működik, folyamatosan működik, szolgál bennünket. Megyünk tovább, a gyomorból eltávozik a salak, az energia ugye felszívódik, a salak eltávozik, jönnek a belek, a beleken keresztül is a felszívódás, energia felszívódás folytatódik, és a salakanyag kiválasztása, elválasztása, egészen a végbélig. Aztán nézzük a májat, méregtelenítés, és ugyancsak energiatermelés a nagy fő fontos szerve. Máj, epe, vesék, lép, ez itt van, és dolgozik most, itt most dolgozik értünk. Aztán a kutyhólyag, kutyvezetékek, nemi szervek, külső, belső, mirigyek, test különböző pontjain, hónajban, lágyékban, stb. És aztán lássuk az izmokat, a törzs izmait, mellizmok, hátizmok, vállizmok, az egészet bőrfedi, szőrzet, itt-ott, egy csodálatos egység. Következnek a karok, vállak, vállak, amelyeket a lapockák és a húgycsontok tartanak a helyen, helyükön. Hatalmas csontok, ízületek, erőteljesek. Azután a kéztől sok apró csontja, kézfej, ujjak, körmök, izmok, erek, idegek. Bőr felé az egészet, szőrzet. Következnek a combok, lábszárak, lábfejek, lábujjak. Hatalmas csontok, ízületek, erőteljesek.
lábfej, aprók csontjai, izmok, erek, idegek, bőr, szőrzet. Most lássuk az egész testet újra egységben. Érezzük. Érezzük, hogy ez a mi testünk, ez mi vagyunk. Ez itt van mindig. Csoda. Működő, folyamatosan működő csoda. És menjünk még közelebb a testhez, és lássuk a testünket, az egész testet, mint számtalan sejt halmazát. Körülbelül úgy, mint amikor egy üvegvázát, mint egy üvegvázát látnánk, amely tele van különböző ragyogó színes gyöngyekkel. Tehát nagyjából így lássuk most a testet. Sejtek halmaza, apró mikroszkopikus sejtek, számtalan különböző formával, funkcióval. Egész testünk sejtekből áll, élő sejtekből. Most nézzük meg a fejünket közelebbről, mint sejtek halmazát. Aztán a nyakat, sejtek halmazát, számtalan mikroszkopikus parányi sejt. Menjünk bele, tehát menjünk be a fejbe, a testbe, lássuk, hogy sejtek vannak mindenhol körülöttünk, tehát be, mint egy utazónk a sejtek között, nekívülről nézzük a testünket, éljük át, hogy igenis sejtek. Mindenhol sejtek világa. Mindenhol a térben sejtek, utazunk tovább, mellkasba, törzsbe, itt is sejtek számtalan, végtelen változatosságban, színben, alakban. Jönnek a végtagok, a karok, utazzunk a karban, jobb kar, bal kar, kézben, kezekben, ujjakban, mindenhol sejtek, sejtek, sejtek. Ameddig a szem ellát. Mindenhol sejtek, aztán jönnek a lábszárak. Combok, lábszárak, lábfejek, lábujjak, de sejtek, végtelen sok sejt. Megnézhetünk egy-egy sejtet közelebbről is, mint sejtet. Sejt membrán, sejt mag, és az körülvevő sejt folyadék. Általánosságban ez minden sejtben megtalálható, és most végtelen változatos alakban vannak kerek sejtek, vannak szögletes sejtek, hosszúkás sejtek, mindenféle sejtek. Sejtek mindenhol megtalálhatók,
akár a bőrben, a szőrzetben, a csontban, csontozatban, az idegekben, a vérben magában, a folyadék váladékokban, test folyadékokban, mindenhol sejtek, különböző sejtek. Vannak sejtek, amelyek mozognak, a vér sejtei, vörös vér sejtek, fehér vér sejtek. Vannak sejtek, amelyek statikusak, de mind él és működik. Él, működik és együttműködik az összes többi sejttel, minden sejtnek megvan a maga intelligenciája, fontos érteni. Tehát tudja a saját dolgát, elvégzi a saját dolgát, ami egy nagyon specifikus dolog, saját feladatát, saját dolgát végzi, pontosan, és ugyanakkor együttműködik egyrészt a környező sejtekkel, amelyek ugye lehetnek hasonló funkciójúak. Például a csontban, ugye a sok csontsejt, vagy pedig az izomban, a sok izomsejt, vagy vérben a vérsejtek hasonló jellegűek, de mind egy, mind önmagában egy különálló egység. De ezek a egyes sejtcsoportok is mind együttműködnek az összes többi sejtet, a test összes. Ez azt jelenti, hogy tudomása van minden sejtnek, az egészről is. Az egész nem csak a saját dolgát végzi vakon, hanem úgy végzi, hogy az egész test számára hasznos. Elképesztő gondolat, és ez mind itt van most. Hát élvezzük a sejtjeink intelligenciáját. Szorgalmát. Energiáját. Most lássuk a sejteket, mint erővel, energiával, fénnyel, melegséggel és örömérzettel, örömmel. Töltött egységeket. Minden sejt ragyog. Éltető, egészségtől ragyogó energiával. Melegséggel van tele. Örömmel. Amint kilélegzünk, érezzük, hogy a sejtjeink, amelyek ugyanakkor mind kilélegeznek, gyógyító energiát küldenek az összes többi sejtnek. Kilélegzéskor gyógyító energiát, örömet, melegséget, fényt küld az összes többi sejtnek. Belégzéskor pedig érezzük, hogy minden egyes sejt magába szívja ezt a gyógyító energiát, melegséget, fényt, örömet, föltöltődik. Most érezzük, hogy az összes sejt összekapcsolódik az energia révén. Egy csapat az egész, egy együttműködő, hatalmas csapat.
beteg sejtek meggyógyulnak. Elpusztult sejtek újraélednek. Megkeményedett erek, vagy egyéb problematikus szervek meglágyulnak. Élő erővel telnek meg, visszanyerik eredeti rugalmasságukat. Sebek, törések testben összeforrnak, meggyógyulnak. Dugulások az energia rendszerben kitisztulnak, az áramlás akadálytalanná válik. A test és a tudat minden hidegsége, szomorúsága, baja, szenvedése föloldódik a fényben, a melegségben, a ragyogásban, gyógyító energiában. Most engedjük, hogy az energia, amely a mi szervezetünkben ilyen módon csodálatosan működik, terjedjen rajtunk kívül is másokhoz, érjen el másokat, érje el mindazokat, akik itt vannak velünk, első körben, és aztán engedjük, hogy az energia terjedjen tovább. Ha ismerünk valakit, akinek különösen szüksége van rá, beteg, szenved, akár testben, akár lélekben, gondoljuk, hogy ő is megkapja. Ne gondoljuk arra, hogy távolság választ el bennünket, mert ez az energia nem függ tértől. Tehát gondoljuk, hogy megkapja az energiát. És aztán tágítsuk a kört, kérdezzük, hogy az egész város megkapja, az egész ország, az egész világ összes lénye. Most egyszerűen lazítsunk, engedjük el a vizualizációt, és csak érezzük azt az érzést, ami marad, nyitottságot, egységet, és lazuljunk el ebben. Érezzük a környezetünket, érezzük a testünket, lélegezzünk mélyeket, fejezzük a visszat. Gyógyító meditációval foglalkozunk, tudatépítéssel.
meditáció, mint minden meditáció, arra épül, hogy a tudat egy csodálatos erő, mert a tudat nem csak valamiféle mellék terméke az agy kémiai, biokémiai és elektromos működésének, a tudat önmagában egy óriási erő. A tudattal teremtünk, és a tudattal gyógyítunk is. A tudat olyan, mint egy erőtér, vagy energiamező, egy erőtér. A tudatot nem lehet lehatárolni, nem lehet lokalizálni, azt mondani, hogy itt van, de itt már nincs. Olyan, mint valamiféle mágnes és erőtér, tehát azt hasonlíthatjuk. Tudat sosem született, sosem fog megszűnni, elpusztulni, nem olyan a természete. A tudat természete olyan, mint a végtelen tér, amelyről szintén nem mondhatjuk, hogy bizonyos pillanatban, valamikor sok-sok évvel ezelőtt kezdetét vette, megszületett, és egyszer majd meg fog szűnni, el fog pusztulni. A végtelen, tiszta, üres tér nem olyan természetű, amiről egyáltalán el tudjuk képzelni, hogy kezdetét veheti, illetve megsemmisülhet, mert egyszerűen nincs ott semmi, ami kezdetét vehetné, és ami megszülhetne. Hát azt mondjuk, hogy a tudat, a téridő képzeteim túlmutató természetű, azokat meghaladó természetű. Ezek új gondolatok, és nagyon fontosak. A tudatnak ilyen fölfoghatatlan, csodálatos képességei, adottságai van. Hát ha a tudatot fejleszteni akarjuk, építeni akarjuk, illetve gyógyítani akarunk a tudatunkkal, nagyon fontos, hogy általános képünk legyen a tudatról. A tudat nem csak valamiféle mellék funkció, működési mellék termék, hanem a tudat a teljesség. A tudat a teljesség, a minden, a mindenség. A tudat önmagában tökéletes, önmagában a teljesség. És ez a tudat itt van, ez a mi tudatunk. Ez nem valamiféle rajtunk kívülálló, nálunk hatalmasabb tudat. Valamiféle felsőbbrendű lénynek a tudata. Nem, ez a mi tudatunk. Amikor a tudatról beszélünk, a mi tudatunkról beszélünk. De természetesen, amikor azt mondjuk, hogy az én tudatom, akkor már ezt a végtelen teljességet leszűkítjük. Megpróbáljuk megragadni, hogy az én tudatom. Tehát amikor a tudatról beszélünk, akkor fontos tudni, hogy nem csak erről a leszűkített én tudatról beszélünk, hanem tudatnak vannak általunk föl nem tárt és meg nem tapasztalt távlatai, lehetőségei. Hát tudat hatalmas. Abból még csak egy nagyon pici kis szeletkét, vagy kis töredéket észlelünk. Mondjuk hasonlítható ugye a jéghegyhez.
Csak a csúcsa látszik, de a jéghegy igazából a láthatatlan rész. Hatalmas, láthatatlan rész, és egy nagyon pici látható rész. Ehhez hasonlít a tudat is. Tehát fontos érteni, hogy bár a mi saját tudatunkról beszélünk, de nem csak arról a kis jéghegy csúcsáról. Mert az bizony eléggé korlátozott. Tehát amit mi most a tudatunknak ismerünk, és mint tudatot használunk, az bizony nagyon kis korlátozott kis, kis ahogy mondják, esendő valami. Néha jó kedvünk van, néha rossz kedvünk van, néha magunk alatt vagyunk, kétségbe esünk, néha még élni se szeretnénk, bújunk, elbújunk magunk elől, menekülünk a világtól, stb. Ez is a tudat. Ez a tudatnak egy nagyon pici kis töredéke, amit mi most tudatnak tapasztalunk és érzünk. Tehát ezzel a tudattal nem igen lehet gyógyítani. Ezzel nem igen lehet gyógyítani. Tehát itt nem arról van szó, hogy manipuláljuk azt a kicsi pici kis tudatot, amit mi tudatnak érzünk, és azt próbáljuk valami módon irányítani ide-oda, hanem sokkal nagyobb dologról van szó. Ha gyógyítani akarunk, ha építeni akarjuk a tudatunkat, akkor, vagy gyógyulni akarunk, akkor legalábbis alapszinten előfeltételeznünk kell azt, hogy a tudat sokkal nagyobb, mint amiről nekünk mostanáig tapasztalatunk volt. Tehát ki kell alakítanunk ezt a fajta szemléletet. A tudat a teljesség. Szó szerint a teljesség. A tudat teremti a világot. A tudat csodálatos. A tudat messze meghaladja azt, amit mi tapasztalunk a világból, a szenvedés világát, az űrzavart, messze-messze meghaladja. Ez csak egy nagyon pici kis beszűkült tapasztalat a tudatról. Tehát ahhoz, hogy erről a tudatról valamiféle képzetünk legyen, ahhoz ugye bizonyos, mondjuk így, hogy eszközöket használunk, bizonyos eszközöket, amelyek viszont nem kitalált eszközök, hanem amelyek a tudat természetét, mondjuk így, hogy föltáró eszközök, képzetek. Tehát ilyen a fény. Fény. Mondhatjuk, hogy a tudat fénytermészetű. Ezért gondolunk a tudatra, mint fényre, mint belső ragyogásra. Tehát a tudat nem csak gondolatok, érzések, stb. Hangulatok, és így tovább, hanem a tudat fény természetű. Fény. Itt jelent az, hogy fény természetű. Ez egy nagyon, mondjuk így, hogy nagyon megvilágosító, mondjuk így, hogy megjelenítése a tudatnak. Tehát a fény határtalan, a fény megfoghatatlan. Ugyanakkor nem semmi, hanem nagyon is ott van, nagyon is jelen van. És nagyon pozitív. Világosságot hoz. Melegséget hoz. Ja? Tehát nagyon fontos, hogy a tudatot ezekkel a tulajdonságokkal tudjuk társítani. Határtalan, ragyogás, mindent betölt, mindent elér, a hideget, a sötétséget,
megszünteti egy pillanat. Ugye van ez a mondás, hogy ne átkozd a sötétséget, hanem gyújts világot. Igaz? A sötétség magától megszűnik, magától elpárolog, semmivé lesz, amikor megjelenik a fény. A fénynek nem is kell harcolnia a sötétséggel, és ez is egy nagyon fontos dolog a tudattal kapcsolatban. A meditációban nem küzdünk, nem harcolunk. Egyszerűen egy olyan szintre megyünk, ahol már nincs konfliktus. Nincs konfliktus. Nincs, és nincs rossz. A tudatnak van ilyen szintje. Ugye amint a meditációt végezzük, ugye elkezdjük a vizualizációt az anatómia szinttel. Igaz? Anatómia szinttel azért, hogy közel tudjunk kerülni a testünkhöz, mert általában a testünktől nagyon távol van a tudatunk. A tudatnak megvan a maga kis, hogy mondják, kificamodott, eltévejedett világa, el van a saját érzéseivel, hangulataival, ugye, rossz kedvem van, jó kedvem van, nem érdekel, adjatok békén, stb. Stb. Tehát ilyen elképesztő kis, kicsinyes kis, örökké változó, jó-rossz, inkább rossz, mint jó, ideges, elfogódott, korlátolt és nevetséges világa, és ebben jár kell a tudat. Ebben jár kell. És még a testhez sincs sok köze. Elfeledkezik a test. Tehát az első lépés meditációban az, hogy ugye, test, tudat egységét létrehozni. Közel kerülni, közel hozni a tudatot a testhez. Itt van a testünk, tudjuk, ha kicsit összeszedjük magunkat, akkor nagyon valóságos élménnyé válhat a test. De ehhez ugye arra van szükség, hogy a tudat itt legyen. A tudat itt legyen. Ezzel kezdődik a meditáció. Ugyanakkor viszont föl is fedezzük a testünknek egy újabb szintjét, az anatómia szintjét. Tehát nem csak a külső látszat szintjén vagyunk, ami ugye általánosságban ugye az élményvilágunk, ugye az ember ugye fésült körül, meg borotválkozik, meg festi magát, meg nem tudom én. Ugye a bőrével nagyon sokat törődik, meg a szőrével. Ja? Ennyi a test számunkra szinte. Meg a dezodort használ az ember, meg mosakszik, meg különböző dolgok, hát ez mind csak a bőrszint. Ez a bőrszint. Tehát egy újabb szintet nyitunk meg a testtel való kapcsolatunkban, amikor az anatómia szintet megnyitjuk. Tehát látjuk, hogy mi van benne a testben. Tehát egy bensőségesebb kapcsolat nyílik meg. Itt egy csoda. Csodálatos dolgok vannak a testben, igaz? Csodálatos dolgok. Csodálatos szervek, amelyek hűségesen dolgoznak értünk folyamatosan. Tehát az embernek mondjuk rossz kedve van, akármi történt vele, csak valami csapás érte, elhagyta a szerelme, vagy csúnyán nézett rá a szerelme, és az ember maga alatt van, akkor elegendő lehetne az, hogy kicsit az anatómiai szintre figyelünk magunkban, mert ott annyi csoda van, hogy óhatatlanul vissza kell, hogy jöjjön a jókedvünk, mikor egy ragyogó örömmel teli, csodálatos jókedv. Micsoda csoda van, a birtokunk van, és folyamatosan itt van. Hát most mi ahhoz képest az, hogy csúnyán nézett ránk a szerelmünk? Ja, ez nagyon-nagyon fontos. Ezt hívjuk úgy, hogy pozitív szemlélet. Pozitív szemlélet azt jelenti, hogy fölfedezni, észrevenni azt a jót, ami itt van. Nagyon-nagyon sok jó itt van. Mondhatni, hogy ami nem jó, ami rossz, az egyszerűen elhagyagolhat.
nem is kell törölni, el lehet hanyagolni. A jó fényében, hát ez nem azt jelenti, hogy a rosszat át kell festeni szépre, vigyázzunk, ez nagyon fontos megérteni. Pozitív szemlélet nem azt jelenti, hogy átfestjük a rosszat, a csúnyát szépre festjük. Nem, hanem észrevesszük azt, hogy micsoda tömegű jó van jelen, ja, és nem muszáj nekünk a rosszra fókuszálnunk. Nem muszáj. Az csak valamiféle megszokás, ami egyébként az életünk folyamán egyre erősödik, tehát minél, ahogy múlnak az évek, észre lehet venni, hogy az ember egyre inkább fölépíti ezt a szokást, hogy mindig a rosszra fókuszál. És a meglévő jótól elfeledkezik. Ha? Tehát a rosszat észre lehet venni, de nem szabad az arányokat, az arányérzékünket elveszíteni. Tehát arányában a jó elképesztő fölényben van a rosszal szemben. Mindig. Mert mondom, az emberek ugye tönkre mennek abba, hogy a szerelmük csúnyán nézett rájuk. Pedig hát a legegyszerűbb dolog az például, hogy ránézünk egy kicsit az anatómiánkra, és azt mondjuk, hogy micsoda csodálatos dolgok vannak itt most, folyamatosan. Micsoda csodálatos, milyen csoda folyik itt most. De akár nézhetünk a környezetünkbe is, a világra, és láthatjuk, milyen csoda folyik a világban. De óvakodjunk attól, hogy ezt a csodát ugye a tévé és a médiák irányított szemléletén keresztül figyeljük. Ja. Mert a negatív szemléletünknek egy nagy, nagyon fontos irányítója ugye ez, amit hallunk, amit mondanak nekünk, amit olvasunk, amit a tévében látunk, és így tovább. Ja? Tehát óvakodjunk attól. Próbáljuk meg saját szemünkkel, közvetlen tapasztalással, ja? Saját bölcsességünket használva, saját megkülönböztető bölcsességünket használva. Megadni a jónak azt a teret, amit megérdemel az életünkben. Hát erre nevel ez a meditáció. Erről szól ez a meditáció. A tudat alapvetően jó. Nem, hogy alapvetően jó, hanem mondhatjuk, hogy 99,99999 százalékban, ezrelékben jó. Hát úgy lehet leírni, mint egy csodálatos mennyasszonyi ruhát, amin egy, hogy hívják, egy bolva odakakált alapon. Ja. Tehát annyi a rossz a jóhoz képest. Tehát van egy pici kis fekete pötty valahol, nem is lehet látni. Valahol van rajta. Ez a csodálatos mennyasszonyi ruhán. Makulátlan, teli csipkével, meg gyöngyökkel, meg akármivel. Tehát így kellene látnunk önmagunkat és a világunkat is. Ez csak rajtunk múlik. Csak rajtunk múlik. Ez a tudatépítés, ez a gyógyulás útja. Ja. Hát ha valaki beteg, akkor is ott az a csodálatos szervezete, amely működik, annak egy kicsi része viszont, hogy mondjam, átmenetileg zavarokat szenved. Ja. Zavarokat szenved. A gyógyulás szemlélete ez. De a betegség mulandó. Az alapvető jóság nem mulandó. Az mindig jelenlévő. Soha nem kezdődött, soha nem lesz vége. A betegségnek van kezdete, és ezért lesz vége is. A betegség mulandó. Az alapvető jóság nem.
Hát a gyógyító energiák, azok elpusztíthatatlanok. Azokat meg lehet tanulni használni. Ezzel szemben a betegség egy átmeneti jelenség. De ugye szokásunk azt, az a fajta szemlélet, hogy rágörcsölünk, tehát teljesen kisajátít bennünket ugye a betegség érzete, és elfelejtjük a hátterét a betegségnek, ami pedig egy csoda. Továbbra is ott vannak a csodálatos szerveink, és a csodálatos sejtjeink, és minden. Jó. Tehát ugye ez az első szint. A második szint, amit ugye föltárunk a meditációban, az pedig a sejtszint. A sejtek csoda világa. Minden sejt ugye önmagában egy világegyetem. És ezt szó szerint kell venni. Ez nem valamiféle kitaláció. Ugye a belső ösvényen, tudatépítés útján alapvető az a szemlélet, hogy a világ olyan, mint egy hologram. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy minden apró parányi részecske tartalmazza a teljességet. Ja? Minden, akármilyen pici kis részt választunk ki, egy atomot, vagy egy atommagot, vagy egy elektront, vagy akármit, amit akarunk, de a legparányibb rész, az is mind tartalmazza a teljességet, az egészet. Hát ugye ezt nehéz elképzelni, hogyha részecskékben és tehát anyagi valóságban gondolkozunk, ezért fontos, hogy a szemléletünket egy kicsit modernizáljuk, ugye, és egy kicsit a Buddha szemléletéhez igazítsuk, ugye, aki már 2500 évvel ezelőtt modernizálta a szemléletünket, csak még nem jutott el hozzánk. Ez a modernizációnak ez a hullám, ami csak most kezd eljutni hozzánk, ugye a fejlett Európába. Tehát mi ugye beragadtunk egy ilyen molekulát, anyagi részecske szemléletbe, amiről Buddha tanított, de csak olyan tanítványainak, akiknek az adottságai, értelmi adottságai, mondjuk így, alapszintűek voltak. Tehát az intelligensebb, nyitottabb tanítványainak egész más tanításokat adott. Olyan tanításokat adott, amelyek sokkal inkább hasonlítanak a mai informatika szemléletéhez, amikor is már nem részecskékről beszélünk, hanem hát nem anyagról, nem részecskékről, hanem információról. Mi az információ? Az információ az mintázott energia. Energia, amely valamilyen mintát hordoz. Ezt hívjuk úgy, ugye, hogy információ. És ez már nem anyag. Ez inkább sokkal inkább gondolat. Tehát ez már szellemi természetű. Tehát ez az a szemlélet, amelyre szükségünk van nekünk. Ja. És akkor megértjük, ha így gondolkozunk, akkor megértjük a hologram modelljét. Tehát hogyan képes a legapróbb, legparányibb részecske is, vagy része a világnak hordozni az egészet. Ja. Az információ. Az információ pedig nincs, annak nincs nagysága. Hát nincs az, hogy egy kis dobozba egy csomó mindent bele kell gyömöszölni. Ja. Nincs nagysága, nincs mérete. Információnak nincs mérete. Jelenleg még ugye úgy gondolkozunk,
De még ugye anyagi ugye világban, világmodellben élünk, hogy ugye persze van egy chip, és akkor arra nagyon sok minden ráfér, de ugye annak is van határa. Ugye, de ez már eléggé érdekes jelenség, ugye, ha arra gondolunk, hogy mi minden ráfér egy mikrocsipre. Ja. Tehát lényeg az, hogy az információ az már nem, hogy mondjam, nem foglal el teret. Nem foglal el teret. Az információ olyan, mint a gondolat. Tehát ilyen, ha ilyen módon gondolkozunk, akkor megértjük, hogy bizony lehetséges az, hogy minden egyes sejtünk egy egész világegyetem önmagában. De ezt ugye lehetne ugye tovább osztani, azt mondhatnánk, hogy minden egyes atomunk, vagy minden egyes elektronunk, ami a testünkben van, az is egy egész világegyetem önmagában. Mert hordozza az egész világegyetem információját. És ez egy csodálatos gondolkodás, és ez ugye az eredeti, tehát a szellemi gondolkodás, ez az, amit Buddha tanított. Már 2,5 évvel ezelőtt. Tehát ilyesféle gondolatok fontosak ahhoz, hogy megértsük, hogy a tudat milyen óriási. Ha a tudat óriási, akkor hiszünk a tudat végtelen és korlátlan gyógyító erejében is. Elhisszük, hogy ha óriási, akkor óriási ereje van. A tudat a teljesség. A tudat minden. Ja, és egyet rendelkezik a teljesség erejével, a teljesség gyógyító erejével, és a mindennel. Mert ezt nagyon fontos érteni. Különben az lesz, hogy az ember ugye próbálja ugye a kis nyomorúságos tudatképét, én tudatképét ugye manipulálni, hogy már gyógyítson már. Hát az soha nem fog gyógyítani. És akkor mi történik? Akkor alakul ki az, hogy az emberek úgy próbálnak gyógyítani, hogy valószínűleg visszajelzéseket várnak. Visszajelzés. Na, most én nagyon sok energiát küldtem, akár magamnak, akár másoknak, és akkor, na akkor mi van? Hatott, vagy nem hatott? Hát ez a nyomorúságos tudatmanipulálásának a szintje, tehát erről nincs szó. Ez nem gyógyít. Bíznunk kell a tudat óriási képességében, facitásában, és akkor a dolog természetesen folyik, nem kell aggódnunk a visszajelzésekért. Nem kell aggódnunk. Nem kell velük foglalkozni. Na, tehát ezek nagyon fontosak a tudatépítés szempontjából. Tehát tiszta szemlélet, ezt értjük tiszta szemlélet alatt. Ja, most egy-két specifikus dolgról is lenne itt még szó, a gyógyítással kapcsolatban. Ugye azt mondtuk, hogy egy fény, a tudat fényével gyógyítunk. Most a fénynek van színe, vagy lehet színe. Lehet a fény színtelen, mondjuk, hogy fehér, vagy egy színtelen fény, de lehet színe is. És ez a gyógyítás szempontjából bizonyos jelentőséggel bírhat. Tehát öt színű fényről beszélünk, ugye öt alapszín van ugye a sárga, fehér, vörös, zöld, kék fény. Öt színű fényről beszélünk. Az öt szín az öt alapvető energiával, vagy öt erővel kapcsolatos. Öt erővel. Ez az öt erő pedig az, amit mi ugye a fizikai szinten öt elemnek hívunk. Az öt elem ugye a föld, víz, tűz, levegő és a tér. Ja.
Tehát a különböző színű fények ennek az öt elemnek, illetve öt erőnek a megjelenései. Hát ugye mit jelent ez? Sárga a föld színe, és annak a minősége szilárdság. Minősége a szilárdság. Tehát a föld minősége a szilárdság, és ezért a sárga fénynek is a szilárdság a minősége. És erőt fejleszt. A következő a fehér fény, ami a víznek és a nedvességnek a fénye, a színe, ez pedig harmonizál és táplál. A vörös fény a tűz színe, ez melegséget tartalmaz, vagy melegség természetű, és megnöveli, fölerősíti az erőt, ja, az erőt és a hatalmat. A zöld fény a levegő színe és a könnyűség minőségével rendelkezik. Ez pedig előmozdítja a mozgást és a fejlődést. Végül a kék fény a tér színe és a nyitottság minőségével rendelkezik, és ez végtelen, határtalan teret ad. A meditációban használni lehet ezeket a fényeket. Ja, ha az ember tudja, érzi, hogy milyen minőséget kell erősítenie, tisztítania, akkor ezekkel a fényekkel, tehát a meditációban be lehet építeni ebben a meditációban, amit végeztünk, gyógyító meditációban, és ezeket a fényeket lehet tehát alkalmazni. Tehát az ember megfigyeli önmagában, hogy a föld erő hiányzik belőle, ja? Föld erő, tehát a szilárdság, stabilitás hiányzik belőle, vagy meggyengült, akkor nyilvánvalóan a sárga fénnyel, sárga fény tud az ember küldeni magának, igaz? Tehát a sárga fényt föl erősíti, arra figyel, és azzal a sárga fénnyel tudja gyógyítani, pótolni ezt a hiányzó stabilitás, szilárdságot. Ami tehát stabilitás, szilárdság, nehéz minőség, a nehézség minősége, tehát nehéz, súlyos, stabil, erős és megalapozó minőség. Hát az ember érzi, hogy ebből hiánya van, akkor sárga fénnyel tudja ezeket a minőséget erősíteni. Ha valakiből hiányzik a tűz erő, ja, akkor a vörös fénnyel, a vörös fény gyógyító energiájával tudja ezt pótolni, aminek pedig tehát a minősége a melegség, vagy forrósító, melegítő minőség, és energiát adó, tehát energetizáló. Ha? Tehát az ember érzi magában, hogy erre van szüksége, akkor vörös fénnyel tudja ezt biztosítani, erősíteni.
Ha valakiből a levegő erő hiányzik, vagy a levegő meggyöngült, akkor ezt a zöld fénnyel tudja ugye erősíteni, aminek pedig a minősége ugye a könnyűség, a mozgékonyság, a fölemelés. Ha a vízenergiára van szükségünk, akkor ugye azt a fehér fénnyel tudjuk gyógyítani, ami tehát tápláló, nedvesítő, harmonizáló és kitartó. Kitartó, tehát a kitartás is egy minősége a víznek. És az összetartás is, tehát a kohézió. Ugye a vízzel összetudjuk gyúrni a homokot, vagy a port, vagy a lisztet, tudunk belőle gyúrni akármilyen formát. Tehát a víznek ez a minősége is megvan. Ha hiányzik belőlünk a tér, energia, akkor pedig ugye a kék fénnyel tudjuk ezt gyógyítani, aminek a minősége a nyitottság, tágasság, a végtelenség, a különböző, hogy mondják, korlátozásoktól való mentesség, tilalmaktól, korlátozástól való mentesség. Ja? Tehát ezekkel a fényekkel már, tehát nem csak általánosság van, tudjuk magunkat gyógyítani, hanem megfigyelhetjük, hogy mire van szükségünk, és akkor azt egy kicsit arra különösen odafigyelhetünk, és ilyen módon ugye, gyógyíthatjuk magunkat. A gyógyításhoz persze hozzátartozik sok minden más is, és ezeket ugye lehet használni. Például, hogyha valaki gyógyszereket szed, akkor a gyógyító meditációval rásegíthet. Vagy akár milyen kezelésnek veti magát alá az ember, akár sugárkezelés, vagy akármilyen kezelés, vagy masszázs, vagy akármi. Tehát a gyógyító meditációval az ember rásegíthet. Hát nagyon fontos ugye, hogy az ember alapvetően pozitív szemléletet alakítson ki. Mit jelent ez? Ugye sok esetben megfigyelheti az ember, amikor valaki beteg, ugye nyilván akkor rossz a kedve, ugye nagyon fontos dolog. Sőt, megfigyelhető az is, hogy mielőtt az ember beteg lesz, az egész azzal kezdődik, hogy rossz a kedvünk. Még nem vagyunk betegek, de rossz a kedvünk. És akkor egy-két napra rájön a betegség. Ez nagyon fontos, ezt is észrevenni. Ja? Egy-két napra rájön a betegség. Most mit jelent ez? Azt jelenti, hogy amikor az ember beteg és rossz a kedve, ugye? Akkor olyan dolgok történnek, hogy az egészet negatívnak látja. Ja? Olyanokat mondta, hogy be kell vennem ezt a rohadt gyógyszert. Pedig hát ezt én nem szeretném. Ugye? Meg ez a rohadt betegség, meg ez a rohadt, minden rohadt lesz akkor. Ugye? Tehát az ember átkozza azt a gyógyító erőt, aminek az a feladat, hogy segítsen rajta. Ugye? Ez nagyon-nagyon, mondjuk, tipikus dolog, ugye? Tipikus. Valaki beteg, hát megkezdem, mert megint megjelenem ezt a rohadt gyógyszert, ugye? Tehát eleve ráolvassuk a negativitást arra, amitől a gyógyulásunkat várjuk. Ja? Tehát a gyógyító meditációnál egy nagyon fontos dolog az, hogy ezeket a dolgokat is befoglaljuk. Tehát a gyógyszer szerint az ugyanúgy a gyógyító energiát hordozza. Ja? És vizualizáljuk azt, hogy amikor bevettük a gyógyszert, először gondolatban megállhatjuk a gyógyszert. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy megnyitjuk magunkat, még mielőtt bevettük a gyógyszerben lakozó, rejtőző gyógyító energiák felé. Azt mondjuk, igen, ebben van, ebben a gyógyító energiák vannak. Ebben a gyógyszerben, azért veszem be, és az ember beveszi, és akkor érzi, hogy a gyógyító energiák szerte áradnak az egész testében, minden sejtjében,
és gyógyítanak. Ilyen módon kombinálhatjuk a kezeléseket. Vagy lehet ez akár mondom bármilyen terápia. Nagyon fontos, hogy az ember tiszta szemléletet alakítson ki. Most persze ez nehéz, amikor betegek vagyunk, mert rossz a kedvünk. Tehát eleve ugye a rosszra vagyunk ráhangolva, és nem vesszük észre természetes módon a jót úgy, mint amikor egészségesek vagyunk. Tehát erre külön figyelni kell. Külön figyelni kell. Ja. Tehát nagyon fontos, hogy ne veszítsük el a alapvető jóságba vetett hitünket, és a pozitív szemléletünket, amikor ugye gyógyulni akarunk. Ja. És mindezt a gyógyító meditáció ugye segítségével tudjuk gyakorolni, ugye ami egy intenzív formája ennek a pozitív szemlélet gyakorlásának. Tehát így lehet kombinálni a különböző dolgokat. Ja. És akkor köszönöm, hogy eljöttetek, és hogy ezt a csodálatos délelőttet együtt töltettük, és akkor még végezetül gondoljunk arra, hogy ezt a energiát, ezt a gyógyító energiát, tudatnak ezt a csodálatos erejét megosztjuk az összes lénnyel. Mindezt a pozitív energiát, amit itt a foglalkozásunk alatt fölszabadítottunk. Tegyük közkincsét gondolatban. Most kívánjuk azt, hogy ez jusson el mindenkihez, és ezáltal gyógyuljanak meg a betegek. Múljanak el a szenvedések, a problémáknak minden fajtája a világban. És nyíljon meg minden lény a alapvető jóság, a ragyogó ereje és igazsága felé, és minden lény érje el a tökéletes boldogság, tökéletes és tartós, soha nem változó boldogság állapotát, mert soha nem múló boldogság állapotát.